Köszöntöm Önöket, ez a Weekend. A mai műsorban fesztivált ajánlunk Önöknek, foglalkozunk az esküvőkkel és nyaralással is. Örök dilemma, hogy mi kerüljön, vagy éppen mi ne kerüljön a bőröntökbe. Erről beszélgetek szakember vendégemmel, Fábián Nórával, aki a Vidám Delfin utazási irodából jött. Szervusz, Nóra! Szia, szia! Köszönjük szépen a meghívást! Nos, hát először szögezzük le, hogy teljesen mást kell összepakolnunk, hogyha A-ba megyünk, vagy B-be megyünk. Nézzük a lazább, tipikus nyári nyaralásos dolgot, hogyha mondjuk tengerpart, vagy valami jó kis meleg helyre megyünk. Mit rakjunk be a bőrünkbe? Hát teljesen igazad van egyébként, ez így van, nem mindegy, hogy az ember tengerpartra megy, vagy éppenséggel túrázni. Tengerpartnál ugye felejt, kihagyhatatlan a strandtörölközőtől kezdve a hölgyeknek, uraknak ugye fürdőruha, ez ami nagyon fontos, igaz, hogy nagyon sok helyen be lehet szerezni, de azért ez, én azt mondom, hogy nagyon fontos. Fontos a nap elleni védelem, ugyanabban különböző napozókrémek, tejek, egyebek, ami még fontos, de itt kiemelném azt is, ha már nyaralás, hogy ugye vannak bizonyos desztinációk, tegyük fel ugye Horvátország, ahol a vízicipő ajánlott. Tehát anélkül nem érdemes elindulni. Egy tengeri sündbe lépés, igen. Az milyen fincsi tud lenni a nyaralás igen, követett. Igen, teljesen igazad van. És mi van akkor, hogyha mondjuk nem feltétlen a napszemüveges, napolajos kirándulás, nyaralást választjuk, hanem ahogy te is mondtad, mondjuk egy túrát, akkor mi az, amit mindenképpen ajánlanál? Hát, mert ti leginkább ilyenekkel Igen, mi a fő profil az vízitúrázunk itt a Tiszaháton főleg. Amit nagyon fontos nem otthon hagyni, az a sátor például. Tehát előfordult már sajnos, hogy a kedves utas otthon hagyta egyébként sátrasan befoglalt vízitúráját, és nem hozott, de nem hozott sátrat, illetve hálózsákot, és ilyenkor hát így most nézünk, hogy tulajdonképpen ő így foglalt be. Ami még fontos ilyenkor, az esőkabát, tehát ugye előfordulhat, hogy nyári zivatarba, záporba futnak a túrázók, ezt sem érdemes nem otthon hagyni, de a túrázók leleményesek, tehát ha éppenséggel egy kukazsákot talál az ember, kivágja, és akkor már tudja használni esőkabátként. Én azt látom, hogy egyre kevesebben visznek magukkal ilyen óriási nagy fényképezőgépet, inkább most már a mobiltelefonok korszakát éljük. Te hogyan tapasztalod, mennyire változik így itt a trend? Hát azért megvan még ez a magyar úgymond mentalitás, hogy nagyon sokat szeretünk fényképezni, és inkább egyre profibb gépekkel. Tehát nagyon okosak most már ezek a mobiltelefonok, de ha megnézzük, egy profi fényképező mégis más fényképeket készít, úgyhogy ez ugyanúgy megvan, hogy nagyon szeretünk fényképezni, és profi gépekkel most már. A jó kis tükörreflexes fényképezők előkerülnek minden magyar táskájából. És mi van mondjuk az ilyen kötelező dolgokkal, mint például biztosítás, hogy most érdemes-e a kötvényt, a befizetett utasbiztosítási csekk darabkát így magunkkal vinni, vagy mi az, amit javasolsz egyáltalán? Most inkább én is ezt szeretném kiemelni, hogy nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, sőt egyre fontosabbnak az utasbiztosítást. Amit nagyon sok helyen meg lehet már kötni, köztünk nálunk is, specializáltan, tehát desztinációra, tengerparti nyaralásra, túrázáshoz, repülős utazáshoz, tehát nagyon bő a választék. Ezt meg lehet kötni, emellett még kiemelném a sztornó, vagyis az úgynevezett útlemondási biztosításnak a fontosságát. Tehát nagyon sokszor van az, hogy az utas nem köt, mert hogy 2 hónap van még, úgyse leszek beteg, aztán hirtelen egy héttel előtt eltöri a lábát, és ugye azért ennek már anyagi vonzata van. Tehát mi mindig szoktuk javasolni, hogy
mindenképpen kössenek útlemondási biztosítást még. Van ez a standard uniós biztosítási kártya, vagy valami ilyesmi, ez hogy működik? Ezt a TB ingyenesen kiállítja a túrázó, illetve utazó kérésére. Ezt is szoktuk javasolni, hogy ez, illetve az utas biztosítás kettő együtt az, ami konkrét, komplet védelmet biztosít majd. Tehát lényegében, ha több van, akkor annál az jobb. Annál jobb, igen, aha, igen, aha. Igen, igen, igen. Nos, hát nagyon sok mindent hallhattunk tőled, és tényleg attól függ, hogy mit rakjunk be a bőrönbe, hogy egyáltalán hova megyünk. Egy biztos, én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Most pedig egy teljesen más témában vonulunk tovább a műsorkavalkád színe terén, hiszen művészek társaságával ismerkedhetnek meg. Nyíregyházán van egy olyan hely, és akkor mondom is, hogy kézműves sporta, méghozzá a belváros szívében. Szervusztok, Móni és Betty a vendégem. Arról van szó, hogy működik ez a kézműves sporta, idestova jó pár éve, majd elmondjátok, hogy pontosan mióta, mert én már nem is tudom, hogy mióta látlak, hallak titeket. Ez a kézműves sporta, hogyha én tökre le akarom egyszerűsíteni, akkor művészek, alkotók társasága. Miért jöttetek ti egyáltalán össze, és hogyan alkottátok meg ezt a kézműves sportát? Két évvel ezelőtt indult ez a kezdeményezés, és a belváros szívében egy üzletközpont adott nekünk helyet, ami azért is fantasztikus, mert azt lehet megmutatni egy nagy tágas térben, hogyha összefognak, itt jelen esetben 14 kézműves fogott össze, akkor egyrészt úgy is működhet az egész tér, mint egy kiállító terem, mi is most egy ilyen kis mini interiőrt hoztunk létre. Nagyon ügyelünk arra, hogy aki oda belép, érezze ezt a másságot, ezt az odafigyelésünket mindenre. A másik nagyon fontos, hogy ennyi kézművest csak vásárba szoktunk együtt látni, és itt pedig mi a hét minden napján, vasárnap kivételével ott vagyunk, és mindig egymást képviseljük. Nem akarok kellemetlen kérdést feltenni, ám mégis muszáj megkérdeznem, hogy erre azért van szükség, mert Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében külön-külön nehéz érvényesülni, és együtt erősebbek vagyunk, vagy ez csak szimplán a barátságról, a művészetek összehozásáról szól? Is-is. Tehát én azt látom benne, hogy van időnk így alkotni is. Tehát jelen vagyunk a 7-6 napján gyakorlatilag, tehát bárki bejöhet és megtalálhatja mindenkinek az alkotását, viszont a 7 többi napján tudunk otthon alkotni, ami ugye mégiscsak a fő profilunk. Viszont az is fontos, hogy személyes kontaktus legyen a vásárlók és között. Így van, így van. Tehát nincs alkalmazottunk, hanem felváltva vagyunk jelen, és képviseljük, úgy, ahogy mondta Betty, a többieket is, és ezt nagyon fontosnak tartom, és úgy tudom, hogy az országban ez az egyetlen ilyen hely, ahol ennyien így együtt tudunk dolgozni, és tényleg már 2 éve gördülékenyen működik, és szerintem ez egy nagyon nagy pozitívum. És akkor meg is kaptam a választ, hogy 2 éve van ez a kézműves sporta, köszönöm szépen. 14-en vagytok, nem kérem, hogy soroljátok fel a neveket, mindenki meglesheti amúgy a kézműves sportán, gondolom, a listátokat, viszont azért azt összegezitek, hogy milyen művészek vagytok ti. Tehát van, aki mondjuk mandalákat készít, van, aki mondjuk a selyemmel dolgozik, de kik vannak még rajtatok kívül, milyen jellegű művészeket sikerült úgy magatok köré vonzani? Van fazekasunk, Szolanics Elvira, van csipkevarrónk, Tóth Orsi, van Körtvélyesi Noémi, aki az üvegékszereket csinálja, Kisné Ági a gyöngyöket, Szatmáriné Borika a babákat, Hensperger Cecília, ő is textilfestő, Vinna Ilona a patchworkösünk, közben csak felsorolom, igen, mert azért mégiscsak így. Fabó Katilla, ő az üvegművesünk. Valaki számolta. Igen, még Timiéket mondanám, Csatlós Timiék, akik ilyen Tiffany tárgyakat.
és igen, a gyertyaöntőnk Kovácsné Irénke, és a német Gabriella, ő pedig ezeket a magyaros viseleteket készíti. Nyitottak vagytok amúgy, tehát akár, hogyha nem tudom, kiderül az előző vendégünkről, Fábián Nóráról, hogy ő művész és alkot valamilyen stílusban, akkor akár őt is bevonjátok, hogy azt mondjátok, hogy nem, köszönjük szépen, 14-en vagyunk, pont elegen. Hát ennyire kategorikusan nem zárkózunk el, de azért nyilván vannak kritériumok, egyrészt ez a csapat azt, hogy milyen művészi munkákat, vagy tehát mi inkább az iparművészet felé szeretnénk elmenni, nem annyira ugye a hagyományőrzés, hanem egy ilyen irányvonalat tűztünk ki, és igazán a nem az alkot, tehát alkotó is csatlakozhat hozzánk, tehát mondom, nem zárkózunk el, de ami fontos lenne, hogy azok az intézmények, cégek, magánszemélyek találjanak ránk, akik előadhatják az egyéni kéréseiket, mert mi aztán gondolkodunk, hogy hogyan oldjuk meg. Én például egy nemzetközi teniszversenynek csinálom most a díjait, aztán egy másik ember, tehát hogyha odajön valaki és azt mondja, hogy ezt szeretném, akkor mi ki fogjuk neki találni, hogy mi legyen, és azt gondolom, hogy ebben a kézműves sportában még az a fantasztikus, hogy itt mindenki győztes. Győztes az, aki alkot, mert ki tudja magából festeni, rajzolni, alkotni, szabni, ami a kezében van. Győztes az, aki vásárol, hiszen alkotói áron, tehát mi tényleg mindenkinek, mint hogyha a műhelyéből vásárolna. Győztes az, aki ajándékot kap valakitől, akár tőlünk, mert hogy egyedi dolgot fog kapni. És győztesek vagyunk mi is, mert itt van most miniben a kézműves sporta. Tehát lényegében akkor nyitottak vagytok, és tényleg mindenkinek próbáltok kedvezni. Nem csak magatoknak, hanem tényleg mindenkinek, a társadalomnak. Van erre amúgy igény? Tehát milyenek vagyunk mi? Mert ugye a nagy multik, meg a nagy csillogás vonza az embereket. Az ilyen jellegű helyek, mert ez nem feltétlen csak találkozás hely vagy vásárlási pont, hanem ha jól tudom, akkor ott vannak különböző foglalkozások, műhelyek, mesélj erről. Igen, igen. Egyrészt azért is, tehát mi is próbálunk úgy nyitni, hogy idén beosztottuk magunk között, és minden harmadik héten egy új kiállítás nyílik. Jó. Most például Ince Julianna táskakészítő kiállítása van, jövő héten pedig már Szatmáriné Borika lesz, és így három hetente, tehát igyekszünk bevonzani az embereket, hogy meglátja kirakatba, hogy milyen szép dolgok vannak, meg érdekli, hogy mi ez az egész, és bejönnek erre. És igen, foglalkozásokat is tartunk, többek között patchworkkészítő foglalkozás van, Betty tart mandala festő foglalkozást, én szoktam tartani selyemfestő foglalkozást és rajzmeditációt, tehát így gyakorlatilag bele is lehet lesni a mi munkánkba. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtattok a meghívásunkat, még te szerettél mondani valamit. Egy gondolat bennem maradt, mert hogy az emberek a lelki feltöltődés miatt is jönnek, hiszen nálunk azért van egy kis kanapénk, van egy kis asztal körül le tudunk ülni, akár egy tea vagy egy kis kávéálkor, és igazán egy kicsit mindenki, akár az alkotások között is, és ez tényleg nagyon kell ma. Tehát én azt érzem, hogy inkább a csillogások helyett most már az emberi szó van sokkal fontosabb. Jaj, milyen szép végszó volt ez. Köszönöm szépen tényleg, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mi pedig nem sokára jövünk vissza, most programajánló következik itt a Weekendben. Vendégváltás és különböző pakolászások vannak itt a stúdióban, amik önök még nem látnak, de nagyon fontos, hogy itt van a következő vendégem már velem szemben, Somogyi Szilvia Balsa polgármestere. Szerbusz, polgármester asszony! Nos, hát nagyon jó hírrel jöttél hozzánk, jövő héten újra lesz nálatok egy nagy sikerű fesztivál. Mi is ez és milyen előélete van? 10 éves lesz a Tiszaparti Hal és Vad Fesztivál Balsán, úgyhogy úgy gondolom, hogy a 10 év az már garancia arra, hogy megmarad ez a fesztivál, és hát minden év harmadik szombatján, júliusban találkozunk.
Jövő héten tehát nem csak mi, hanem remélem nézők ezrei fognak közösen mulatni Balsán, egy gyönyörű szép területen. Marad ugyanaz a helyszín, vagy most változtattok? Marad a Natura 2000-es terület. Én azt gondolom, hogy már mindent megtanultunk, amit meg lehetett erről a területről tanulnunk, és szerintem a látogatók is tudják, hogy hogyan kell viselkednünk, hogyan kell használnunk ezt a zöld felületet. Itt az autóval való parkolás egyedül, amire megkérjük mindig a vendégeinket, hogy egy külső területen parkoljanak. Egyébként maga a Natura 2000-es terület, csak kicsit közelebb kerülünk a Tiszához. Hal és vad ételek fesztiválja, nagyon-nagyon finom illatokat érzek már most a levegőben, pedig még el se kezdődött a fesztivál. Jövő héten hihetetlen ízeket lehet majd megkóstolni. Milyen ételekkel várjátok az érdeklődőket? Hát reméljük, hogy hasonlóan az eddigi 10 évhez nagyon sok finomságot. Azért el kell mondanom, hogy hagyományosan mi a Tiszához kötődve és a ponthoz, de ugye természetesen erről sokat beszéltünk, hogy az írdalt ponthoz kötődünk legfőképpen, és mi halászlét készítünk. A halászlé, az kórhely halászlé is eddig megszokott módon hagyományos halászlé formájában, illetve vadételeket kóstolhatunk, gulyásokat, és hát természetesen sült keszeget is. Úgyhogy a hal és vadételek azok megmaradnak, és azért segítünk azokon is, akik nem szeretik, bár reméljük, hogy nagyon sokan szeretik, és mindannyian, de ha véletlenül nem, azért egy kis szárnyas ételt eldugunk, hogy a gyerekek is tudjanak étkezni. Én biztos, hogy úgy kezdeném a menüsort, hogy egy kórhely halászlé, és utána mondjuk egy jó kis vaddisznó pörkölt. Igen. Lehet. De hát utána, amikor már jól tele van az ember hasa, akkor egy kis mulatozásra is vágyik. Biztos lesznek megint környékbeli, vagy országosan ismert előadók. Kik most a húzó nevek? Azt gondolom, hogy egy picit más lesz, mint máskor, lesz húzóerő, igen. Annyiban más, hogy ez egy egész napos revi műsor lesz. Tehát egy órától azt tudnunk kell, hogy mi a Tiszaparton üzemeltetünk egy kompot, és egy ünnepélyes kompátadás lesz. Ezen kívül pedig 15 órától a színpadon, ugye Mészáros Árpád Zsolt, ő 20 éve, 25 éve van a színpadon, ő egy koncertet ad, a Nyíregyházi Táncklub a Berkeken belülről ugye odaér hozzánk is, aztán az Everdance, a Budapesti Operettszínház tagjai, a For Dance, és hát még nem maradt ki, ugye Mário és Jánzsi sem, ők estére érnek Horvátországból hozzánk, úgyhogy a fiatalok kedvéért azért legyen ilyen is, és természetesen tűzijáték zárja a napunkat. Komphúzás lesz-e, vagy valami a komp körül? Hát komphúzás az eddig mindig volt, ez az első év, hogy nem lesz komphúzás, ugyanis a 40 tonnás kompot már ki kell próbálnunk majd, mert még most került vissza a felújításból, és mivel nem vagyunk biztosak benne, hogy olyan erős hölgyek és urak vannak, akik ezt megfelelő időn belül át tudják húzni, ezért majd próbajáratot indítunk évközben, és jövőre újra beindítjuk a komphúzó versenyt, de egyébként igen, a kompkötél ott lesz, és egy ünnepélyes kompátadás lesz, aminek a különlegessége, hogy a kompunk egy kicsit népies jelleget is kap, úgyhogy ha valaki eljön, akkor egy elég látványos kis műsort láthat a kompnál ingyenesen, mert egyébként a kompra is, hagy mondjam el, hogy aki eljön, az ingyenesen átmehet a túlpartra és vissza is, úgyhogy érdemes eljönni és egy nagyon kellemes környezetbe kikapcsolódni. Tűzijátékkal zárjátok majd a rendezvényt, én pedig egy köszönettel most a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy ismételten eljöttél hozzánk, és ajánlottad az ingyenes, immár jubiláló Tiszaparti Hal és Vadételek Fesztiválját. Ne feledjék, hogy július 16-án jövő héten rajtol ez a rendezvény Balsán. Köszönöm szépen, polgármester asszony, én pedig libbenek át, hiszen három kiváló fiatal van itt a stúdióban. Rák Zoltán színész és két társa szép Evelin és Verebélyi Aliz, akik reméljük, hogy pár év múlva színésznők lesznek, akár itt Nyíregyházán, vagy Budapesten, vagy bárhol, és hát azért ezt el kell mondani, hogy nagyon sok fiatal, nagyon sok gyerek álmodozik arról, hogy egyszer majd színész lesz, vagy színésznő lesz, annak idején a kis Rák Zoltánnak sikerült, nektek pedig tényleg, ahogy mondtam, remélem, hogy sikerülni fog. Erre nagyon jó dolog amúgy, hogyha mondjuk elmegyünk egy ilyen színjátszó körbe, lesz egy ilyen tábor ismételten a megyében. Mi ez a színjátszó tábor, Zoli? Ez egy nagyon hasznos színjátszó tábor. Annak idején, amikor a kis Rák Zoltán voltam, akkor én is részt vettem hasonlóakban, bár nem itt. Ez Mária Pócson lesz jelenleg, már Nyírbátori összeköttetéssel, és nyíregyházi színészek szoktak
úgymond oktatni ezen ebben a táborban. Te is ott leszel, én most is ott az leszek. Oktatók között? Igen, ott leszek, már voltam is, és bár a lányok többször jelen vettek, mint diákok ebben a táborban, de nagyon jól szoktuk magunkat érezni. Ez igazából inkább közösségformáló, mint színészetre nevelő, bár az eszenciát azt elcsepegteti. Tehát, hogy sok mindent lehet tanulni, de a legjobb amiatt, hogy olyan csapatok szoktak összejönni, tehát mindig vannak különböző csoportok, többféle óra van. Én például minden délelőtt fogok tartani beszédtechnika órát tulajdonképpen, ami keverve lesz színészmesterséggel és ilyen kreatív játékokkal, ami abból fog állni, hogy koncentrációs gyakorlatokat végzünk játékosan, tehát hogy ők nem fognak ebből igazából érzékelni semmit, hogy ez komoly, és arról szól, hogy egyszerre több felé tudjunk figyelni, akár ugye vezetés közben, vagy mindennapi élet, ez is jó bárkinek, tehát hogyha valaki nem lesz színész. De látjátok, csajok, amúgy, hogy Zoli is egy tipikusan jó pedagógus, mert tényleg ez a játszva tanulás, tehát könnyeden, lazán, fiatalosan, és hát ez jó is, mert a célközönség is ugye fiatal, 12 évesektől felfelé ugye vesznek részt ezen a táborban fiatalok. Ti hanyadjára vagytok már? Aliz, Evelyn? Mind a ketten hatodjára megyünk most. Igen. Majd, hogy nem kézen fogva, ott ismerkedtetek meg? Igen. Tényleg? Igen. Na meséltek akkor, Aliz, mesélj te először, hogy te hogy keveredtél oda, milyen célzattal állsz ismét a tábor előtt? Hát amúgy egy szórólapon láttuk meg ezt a tábort az anyukámmal, 11 éves voltam, és akkor már jártam itthon, így iskola közben ilyen tanodába, szóval nem volt teljesen idegen számomra, és akkor elmentem, és ott hát már az első nap úgy éreztem, hogy akkor ide minden nyáron fogok járni, mert tényleg egy nagyon jó társaság verődik ott össze, és nagyon jól érezzük magunkat. Evelyn, te hogy keveredtél oda? A tábor vezetője Bonaiva az én személyes drámatanárom, és tőle értesültem a táborról. Lesnem kell, de nem írtam fel, mert hogy ilyen kicsit bonyolultabb a tábor neve, vagy nyírbátori színjátszó és musical tábor, de ugye Mária Pócson, ahogy Zoli is említette. Na hát nézzük meg, hogy egy színész és színész növendékek hogyan játszanak egy majdhogy nem beugrós játékba. Zsebszöveg, mindenki kap tőlem 3-3 szót, és az alapszituáció pedig az lesz, nem tudom, hogy hova nézek, hogy Zoli lesz az apuka, Evelyn a szőkehajú leányzó lesz az ő lánya, és Alice pedig a barnahajú szépség, pedig Evelynnek barátnőjeként arra próbálják meg rávenni Zolit, az apukát, hogy engedjék el Evelynt bulizni Aliznak a születésnapjára. Tehát két lány kontra apuka, szülinapi buli a tét, és hát akkor legyen Zoltán, nem szabad mutatni senkinek, Evelyn 3 szó és Aliz 3 szó, és akkor kezdődhet a buli. Apa! Éppen festek. Értem, nem akarlak megzavarni munka közben, de mondd csak. Mindig ezt csinálod. Mennyire szeretsz engem? Zoli bácsi nagyon szereti Evelynt. Igen, de ez most hogyan ide? Nos, hát arról lenne szó, hogy... Jézusom, mit akarsz, menj anyádhoz, jó? De apa, ő küldött hozzád. Ott voltam. Igen, tessék, mondd. El szeretnénk menni Alice bulijába. Zoli? Kislányom, látod ezt az avar tüzet? Ki fogja ezt eloltani? Eloltjuk mi. Igen, igen, és úgyis este 6-kor kezdődik a buli, addig még 4-et eloltunk. A Turmix gépet már előre köszönöm, tudom, hogy azt kapok. Azt köszönöm, és megértem, hogy azzal ki lehetne váltani a bulit, de nem lehet, úgyhogy... Elárultad az ajándékot előre, kislányom? Evelyn. Ezt tanítottam neked, igaz? Hát, választási lehetősége volt, hogy Turmix gép vagy kaktusz. És a Turmix gépet választotta. Ja, és a Turmix gépben meg lehet csinálni a kaktuszt ezek szerint. Zoli? Jó, mivel a nyomtató már romlott, ezért maradhat a Turmix gép, de az a kikötésem van, hogy holnap mindketten átjöttök a buli után, remélem, hogy nem másnaposan. Dehogy is. Hát az Európai Unióban nem szokás ilyesmi, hogy ittasak legyünk. Igen, főleg ebben a korban, igaz? Hát persze. Aliz? Okay. Viszont visszacsatolnám oda, hogy avartűz, az eloltjuk, és utána akkor jöhet Evelyn? Hát utána jöhet, de hogy fogtok kinézni egy avartűz oltás után?
mindegy. Igazából segítene eldönteni a betűtípust. Ki kéne írni a bulimat, és nem tudom, hogy Zoli bácsi olyan jó ebbe, hogy... Aha, a betűtípust. Igen. Jó, legyen 12-es román. Rendben, mehetünk? Holnap... Zoli? Átfestitek az egész kerítést, látjátok a falu múzeumról. Igen. Megbeszéltük? Ma avartűzoltás, holnap kerítésfestés. Most pedig elmegyek a járásbíróságra. Sziasztok! Talán Evelynnek maradt még egy szó, igen. Ha minden konzul. Igaz, a konzul vagy konzulátus, de szerintem remekül megoldottátok ezt az egész bulit. Lesz értelme tovább folytatni ezt a dolgot. Milyen kollégák lesznek még ott rajtad kívül, hiszen említetted, hogy azért nyíregyházi színészek, igenis ott vagytok és tanárként ott lesztek a táborban. Igen, igen, talán legfontosabb megemlítenem Nagy Idai Gergőt, aki az összes, ez alatt a 10 év alatt, mert 10 éve van ez a tábor, és az összes táborban részt vett, most már ő abszolút táborvezetőként na. Lép föl, és szokott csinálni emellett, most már gyűrűzött. Most már gyűrűzött, és igen, igen, és amellett, hogy ő általában mozgásórákat tart, amellett csinál eszméletlen jó programokat, mindenféle éjszakába átnyúló ilyen számháború-szerű, vagy mi is ennek a neve? Csendőrtolvaj. Oh. Nagyon érdekes kis izgalmas játékok, amik szintén olyan közösség formálóak, hogy ilyen örökbarátságok születnek benne. Vannak még színész társak, csak azért, igen, mert van ilyen felsorolás jelleggel lesz már rá idő. Musical csapatban most például Kosik Anita és Gulácsi Tamás viszi, van egy fiatal kolléga, Horváth Viktor, ő a nagyokkal lesz, úgymond a nagyokkal, a középiskolás prózai csapattal. És lesz most ide modern tánc, amit Szakály Viktória fog csinálni, és Tamás Attila, aki szintén ott van, ott volt az összes táborban, ő is már 10 éve talán igen ott van, ő abszolút segít a zenei programokban. Hát vannak itt azért húzó nevek, én köszönöm szépen az ajánlást, és talán rossz hír az érdeklődőknek, hogy a táborra jelentkezés már lezárult, de jövőre is lesz ilyen, meg azután is lesz ilyen, és szerintem ők is ott lesznek, úgyhogy aki érdeklődik, az majd jelentkezzen erre a Nyírbátori táborra. Mi ezzel zárjuk a Weekend első részét, hamarosan jövünk vissza.